Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt, valamint a hirtelen meleg, nyárias idő beköszöntével szúnyoginvázió alakult ki a térségben. Ez továbbá az is nehezítette, hogy a szerencs patakon egy kisebb árhullám alakult ki, amely ideális volt a szúnyogok szaporodásához. Szerencsen is problémát jelentett, leginkább napnyugta után a szárnyas rovarok nagyszámú jelenléte, ezért légi szúnyoggyérítést végeztek június 16-án az esti órákban. Stábunk ellátogatott a Nyíregyházi repülőtérre, ahonnan 18 óra 40 perckor szállt fel előzetes, precíz átvizsgálás után az AN2-es repülő. 19 óra 10 perc körül már szerencsem volt a légijármű, amely 30-50 méteres magasságból az emberre veszélytelen és rövid idő alatt elbomló permetet juttatott a levegőbe. Eredetileg június 15-ére tervezték a gyérítést, azonban a szeles időjárás nem kedvezett a műveletnek, ezért egy nappal később valósították meg. A légi kémiai szúnyogírtás Szerencsváros önkormányzata rendelte meg és finanszírozta. A város polgármestere Nyéri Tibor a környező települések Bekecs és Legyesbénye polgármestereivel is egyeztetett, akik ugyanebben az időpontban szintén megrendelték a vérszívók elleni védekezést, így a remények szerint hatékonyabb volt a szúnyoggyérítés.